alapjait gyűjtötte össze az olvasás-írás tanításához. Ennek alapján készült el az a programfal, amit itt mögöttem látnak a szülők. Három utcás tulajdonképpen ez a programfal, a magánhangzós programfal, a másonhangzós és a vonatprogram. Hogy mi az újdonság ebben a módszerben, az elsősorban az olvasás megtanításában tükröződik. Újra visszatértünk, illetve visszatért ebben a programban a hangoztatásra, betűzgetésre, ezekből állnak össze a szótagok, a szótagokból a szavak, és a szavakból a mondatok. Tehát ugyanúgy, ahogy a magyar nyelv egyáltalán felépül. Ezt segíti a programfal, majd tetszenek látni az órán, a különböző magánhangzók és másalhangzók egymáshoz történő vendégeskedésével. Tehát ezzel a módszerrel tanítjuk tulajdonképpen az olvasás-írást az első osztályban. Ez olyan program, hogy azoknak a gyermekeknek is nagyon nagy segítséget tud biztosítani, akik gyengébbek, tehát ők lassabb ütemben haladhatnak. A jó képességű gyerekek pedig akár két hónap alatt eljuthatnak a folyamatos olvasás szintjére. Mi mindent láthatnak majd az órán a szülők? Megismerkedhetnek a programfallal. Arról is láthatnak majd képeket, hogy a gyerekek mennyire élveznek ezzel a programmal dolgozni, hiszen ebben a látási, a hallási és a motorikus mozgás annyira benne van, hogy a gyermek a játék közben észesen veszi, vagy tulajdonképpen ő nagyon komoly munkát, az olvasás megtanításának a technikáját tanulja. A tankönyveiről néhány szót. Nagyon szépek, színesek, gyönyörűek, akár egy gyönyörű mesekönyv. Képi világa, színezése a gyermekekhez közel álló és a gyermekek világához közel álló. Érzelemgazdag történetei, alapja a család és a magyar történelem. Nyitottak a benne lévő gazdag versek és történetek, tulajdonképpen az ember teljes világával foglalkozik. Hétfőn a Tatai Tiszti Klubban bemutatkozik az egyes számú általános iskola egy kiállítás keretében, ahol megtekinthetik azokat a tankönyveket, amelyeket Tolnai Gyuláné készített a hajrusztikus programjához. Mikor, hol várják a szülőket? Az egyes iskolában, illetve az egyes iskola nevelőtestülete nevében hívom meg önöket. Február 10-én a Kocsi utcai részlegünkben 8-tól 11 óráig lesz egy bemutató tanítási sorozat, egy olvasás-írás tanítás, hajrusztikus programmal, egy énekóra és egy néptáncóra. Hát elsősorban azokra a szülőkre számítunk, akiknek óvodás gyermekei szeptemberben kezdik meg az iskolai tanulmányaikat.